Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Ha figyelmesek voltatok, ugye az előző óra végén már úgy fél szóban említettem forma, hogy gyű-gyű a ballagási szezon. Az a helyzet, hogy ha már május, akkor nem csak a vacak időjárás miatt tudunk panaszkodni, hanem örömködhetünk is, hiszen ténylegesen benne most tudatosult, körülbelül 5 hét van még hátra talán az iskolából, azt hiszem kb. Szóval rettenetesen gyorsan repül az idő, és elrepült ez a második fél év. Ott is tartunk hipsz-hopsz, hogy tényleg ma holnap ballagnak a 12-es, 8-os diákok. A ballagás pedig jól tudjuk saját élményeink alapján is. Egyáltalán ez egy tudott dolog, ahogyan a trónok harcában is megmondták azt, hogy az egy fontos mérföldköve az emberi létezésnek, főleg azért a középiskolai ballagás pláne. Fontos része az, hogy a kisbatyút a válladra teszed, hogy banketen veszel részt, hogy énekelsz, és hogy tablófotózáson veszel részt, illetve elkészül ugye az osztály tablója, esetenként az adott évfolyam tablója. Ez azt hiszem már helyszínen színe válogatja nálunk. Általában úgy van, hogy az egész suli ugye egyetlen tablón van jelen, vagy legalábbis nálunk így volt. Aztán, ahol nagyon sok osztály van, ott értelemszerűen már külön tablók készülnek. No, ez történt egész konkrétan Magyarországon, Veszprémben is, mert hogy lévén több iskola van, vagy több osztály van, egész pontosan a Vetési Albert gimnáziumban, a 12. B-sek is megkapták a lehetőségét annak, hogy külön saját tablót készítsenek el. Na meg esett a történet, s lett egy jó nagy botrány belőle. Azért egész pontosan, mert hogy arculatában, színeiben és egyáltalán a képen való elhelyezés szempontjából az egyik felnőtt oldal nevezett, tehát azt hiszem kiszabad mondjuk a nevét, a Pornhub arculati elemeit felhasználva készült el ez a tablókép, illetve tabló magam. Semmi baj nem volt a története, valljuk be derekasan, el egészen addig, amíg a magyarországi sajtó fel nem kapta a hírt, hogy ez milyen ciki, milyen jó, kinek milyen véleménye volt, aszerint ezt lehozta, és hipsz-hopsz az iskola vezetősége gyorsan visszatáncolt, levették a tablót, elzárták a tablót, levelet írtak, hogy legyenek szívesek az internetről is, tüntessék el a fotót, ami a tablóról készült, és most teljesen jogosan fel vannak háborodva a szülők. Ennyi, azt hiszem, nagyon röviden. Igen, a sztori. Hát van az a szokás, ugye ez minden, nálunk is látom kisvárosokban, és Magyarországon is így van ez, és ez történt a Vetési Albert gimnázium tablójával is, hogy amikor elkészül egy tabló, mielőtt megkapná a végső helyét, mond az iskola folyosóin belül, azelőtt van egy ilyen módi, hogy ne csak az iskolába besétálók lássák, hogy milyen szép az új nemzedék, és milyen szép új sarjai fogják majd jobb irányba tolni az ország szekerét, hanem hogy a teljes népesség és a város lakossága is lássa, hát ezt kihelyezik ugye közszemlére, úgymond. Méghozzá rendszerint központi boltok, vagy üzletek, vagy akármilyen kiszolgáló egységek kirakataiba kerül ez oda, és hát itt szembesül a szélesebb nagy közönség, hogy nem ilyen szépen produkált ez az aranygeneráció, eszem a lelkét. Hát így történt ez ebben az esetben is, mert úgy nézem, hogy addig nem lett baj igazából, ami közcélre nem került. Az, amikor közcélre kikerült, és jöttek a visszhangok innen-onnan, és az iskola is például így értesült róla a vezetőség szintjén, akkor gyorsan lépni kellett. Aztán megint felmerültek másik gondok, ugye, mert itt mi nálunk úgy gondoljuk, én is úgy emlékszem, hogy a mi tablónk például valamikor ott nagyon régebb, még a... Nemleges évszámokat, nem. Dinozauruszok és baziliszkuszok korában, igen. A kőkorszak, pattintott kőkorszak. Így van, az után, még a... Igen, egyébként is ilyen kőtáblákba véstük az arcunkat, úgy van feltéve az iskola falára, no. Ez viszont egy remek ötlet, Endre. Tudom, hogy csak vicceskedni akarsz, de képzeld el egy művészeti liceumba simán. Például, ahol van szobrász évfolyam, simán beleférne, hogy egyszer egy ilyen pattintott kőbe belevésett, faragott portrésorozat legyen maga a tabla. Jó vagy ötletet adtunk. Akár egy olajvásznon aktsorozat. Miért ne? Ha már nem, vagyunk. Az más, nem? Az tehát más. Ne fessük az aktot. Azt inkább jó. Fotózzuk, mert egy, hogy élethűbb, jó. Kettő. Ha bár nem tudom, középiskolai szinten fotóművészetet vajon tanítanak, valahol nem hiszem. Hát amennyi selfie készül, minek is tanítani, szerintem bőven megvan a tudás. No, de vissza ez a történethez, ugye? Na hát ki is a tabló? Én úgy emlékeztem, hogy a miénk, vagy nem, úgy emlékeztem, hogy a suliéi igazából. Bár igaz, hogy kellett pótolni bele. Igaz. Ti nem osztálypénzből készítettétek a tablót? Nem tudom, mert a lányok rendezték az osztálypénzt. Ugye? Na, itt üt vissza a férfiú illustaság, hogy érdemben 10-20-30-70 év után nem tudod felidézni. 70? Azért rájuk meg, na. Na, maradjunk annyiban, én se tudom egyébként pontosan, hogyha hozzá is járult a suli, az biztos, hogy általában mondja, hogyha egy tabló elkészül, az rendszerint egy az osztály igénye szerint, az osztály ötlete alapján, és rendszerint egyébként
egyébként osztálypénzből. Én csak arra emlékszem, hogy egész komolyan hidegen hagyta az iskola közösségét, hogy mi most éppen ballagunk, hogy mi most éppen tablófotókat szeretnénk készíteni, meg egyáltalán tablót, úgy abszolút ránk volt bízva a teljes kivitelezés, a teljes ötletezés, és egyáltalán az is, hogy akkor ez majd hogy fog kinézni a végén. És nem is volt ezzel semmi baj, mert azt hiszem, hogy egy tabló egyébként, és a rajta lévő fotók, azok egyértelműen az osztályt magát kell képviseljék. Tehát az egyfajta lenyomat a 4 évnek, illetve ha 20-30-70 év múlva visszamész az alma materbe, akkor örömmel tudod megnézni, hogy milyen is volt akkor tájt. Na ugyanez a helyzet egyébként a Veszprémi iskolánál is, ahol a szülők teljesen jogosan azért hőbörögnek, háborognak, hogy az iskola elzárta és lakat alá tette ezt a tablót, mert az köztudottan kifejezetten osztálypénzből, tehát a szülők által kifizetett pénzből volt elkészítve. És ilyen alapon ugye felmerült a teljesen logikus jogi kérdés, hogy tulajdonjogilag kié is az a tabló, mert ilyen alapon meg nem az iskolái. Így ilyen alapon pedig ugye nem szabad elzárják, de közben azt se engedhetjük el, hogy azért egy tabló az egy intézményt is képvisel, és az intézménynek a diákjait. Tehát valahol azt is érzem, hogy jogosan hőköltek hátra a pedagógusok és az igazgató is. Igen, meg a procedurális felháborodást nem értem, mert hogyha nem követték figyelemmel, és nem adtak tanácsot, miközben készült a tabló, vagy ötletbőrzésztek a diákok, hanem hogy bedobták oda a zavarosba, azt majd lesz egy tabló, hát mi történt? Eddig is voltak tablók, hány generáció felnőtt már ebben az iskolában, mi történhet? Ugye így gondolkodik, de hát ez történhet, kérem szépen, hogy egy ilyen szép dizájn előáll, és ugye amúgy tetszik, közben itt nézem a részleteket, hát annyira ráépült erre a felnőtt oldalnak a kinézetére maga a tabló, hogy a diákok fotói mellett van egy ilyen hitelesített profilt jelentő kék pipácska, ami egyébként jelent? Hát azt jelenti, hogy nem egy kamu profil például azon az oldalon egy igazi hitelesített forrásból. Itt olvasom, kérem igen, szépen, igen, megmutatom, persze, azt írja. Persze, jó. Persze, egyből kiszintad te is. És van, figyelj, a videóknak van egy ilyen népszerűsítő, számláló kis ikonkája igen, is. Igen, az is van. Az is, és figyelj, van. Az is felkerült a rangsorolást jelző kis ikon, hogy ki mennyire népszerű ezen a tablón, és a legszebb, és a leggyönyörűbb, ha már diákcsíny, vagy diák, hát mondjuk azt esztétikai megnyilvánulás egy tabló esetében, akkor ez a legjobb. A még több videó rovatban szerepelnek a tanárok. Hát igen, persze, ők sose kerülnek ki címlapra, ezt is el lehet. Ha nagyon megszorulnál, igen, az is igen, ott vagy, van. Vagy hogyha a diák maga felkeltette az érdeklődésedet, akkor nézd meg idősödő változatban, például pedagógus formájában. Azt hiszem, ez már felnőtt oldalak, de úgy lehet, hogy MILF kategória. Na, ne viccelődjünk el. Minden esetre le az összes kalapok, hogy ennyire témában vagy ismered a felületét igen. A portálnak. Nem, csak most az egyszer elolvastam a cikket. Jaj, igen. Jól van, André, olyan vagy, mint egy rossz diák. Nagyon jó, tudod, hol kell csípőset odaszólni, hogy megmeneküljél az 1-estől vagy a 4-estől, attól függ, hogy melyik országban osztályoznak. Na, de egyébként viccet félretéve is én azért megnézném konkrétan azt a pillanatot, tudod, amikor az a valaki, mert nem tudjuk, hogy ki, de az a valaki egyszer csak így megállt a tabló előtt, és azt mondta, hogy ez nem olyan? Ez olyan, mint a Pornhub. Tehát, hogy igen, és akkor gyűlt hozzá mellé köré, tudod, a jó nép, és te Zsiga, most hogy mondod, vagy te Manyika, most hogy mondod, ez tényleg olyan, mint a Pornhub. Tehát, hogy azért minket társadalmat is szépen jellemez az, hogy mire ismerünk rá egyből. Na. De látom, hogy két nénike jön haza a piacról, két ilyen banyatankból lógnak ki a Zöldhagymák című állapot, és akkor megállnak a helyi fodrászat kirakata előtt, ahol ott szerepel ez a jó kis tablócska, és megböki a Gizi a Manyit, hogy te Manyi, ez nem olyan. Nézik, leveszik a szemüveget vissza. Te ez olyan. Jó, és megy már, no. És akkor meggyőződnek, még hazamennek, le kell csekkolni a valóságot, hogy olyan-e vagy nem olyan. Hát tényleg, na most itt van előttem a fotó, és meg kell mondanom, mintha hazaérkeztünk volna. Ismerős körökben mozgunk, látom. Na ez az igazság, hogy oly keveset tudok erről az oldalról, szinte érdemben meg se tudok szólalni. Az viszont tényleg vagány, hogy ami minden honlapon ugye szokott lenni, most függetlenül attól, hogy ez a számomra ismeretlen Pornhub-e, vagy teljesen másik internetes portál, de hogy szoktak lenni úgynevezett kis fülek, tudod, amire így rá tudsz kattogtatni, hogy akkor ilyen kategóriában keresgész, vagy olyan kategóriában nézelődöl, és itt ilyen vagányok vannak, hogy gólyaavató, figyelmeztetések, kirándulások, hiányzások, osztályképek, aranyköpések, szalagavató, illetve ballagások. Nekem legjobb kategóriák. Fent a jobb oldalon legnépszerűbb, ilyen lenyíló, legördülő menü akar lenni. Diákok és tanárok.
Események. Ez már büntethető kategória, igen. Tehát, hogy van, igen, van. Na, mindegy, egy biztos látod, mi is olyan jól elkacarászunk rajta, hogy tényleg az van, hogy ez egy jó ötlet. Ez egy móka. Vagy ez egy ötletes móka. A szószoros értelmében is az vesse magára az első követ, tényleg, vagy másikra az első aki követ. Aki még nem járt azon a honlapon. Aki felismerted, vagy nem ismerte fel. Tehát, hogyha alapjáratod arról beszélünk, hogy ez olyan, mint a Pornhub, az akkor mondom, minket is jellemez önmagunkba. No, de egyébként én nagyon szeretem azt is a veszprémi történet kapcsán, ahogyan a szülők hozzáállnak ehhez az egész történethez. Mert ugye rendszerint mi szokott lenni, és tényleg mondjátok el ti is, mert érdekel, hogy csak én éreztem így 12-es koromban, vagy ez azért általában jellemző, hogy tényleg nem nagyon szíve ügye feltétlenül a tanároknak, vagy akár az igazgatónak se az, hogy milyen tablókép lesz, vagy milyen lesz maga az elkészült tabló. Még az osztályfőnök azért értelemszerűen ott van, és támogatja az osztályközösséget, de úgy különösebben tényleg az volt, hogy ránk bízták. Nem tudom, ez mindenhol így működik-e, 07-26-71-99-66, meséljetek nekünk, nálatok, hogy készült a tabló, érdekel. Mert az zavar engem például itt a Veszprémi sztori kapcsán, hogy tekintettel arra, hogy a pedagógusokat is ugye le kellett fotózni, hogy a pedagógusok is felkerülnek rendszerint a tablóra, valamilyen halvány lila rózsaszínű sejtésük kellett legyen arról, hogy milyen is lesz ez a tabló, vagy egyáltalán mi a koncepció. És az nem tetszik, hogy most így utólag mindenki visszakozik. Tehát hallgatnak, ezt panaszolt egyébként a szülés, hogy hallgatnak a pedagógusok, mint csigák a fűben, hogy csak a szebbik megfogalmazást hallgassuk, vagy használjuk. Az igazgató bácsi levelet írt, sőt, képzeld, utána jártam a reggel, még egy official közleményt is kiadtak, ami a Vetési Albert Gimnázium honlapjára került fel, Szűcs Attila intézményvezető aláírásával, hogy most nem fogom az egészet felolvasni, de hogy arról szól nagy részében, hogy a tantestület állítólag nem járult hozzá a tablóhoz, és annak a nyilvánosságra hozatalához, illetve állítólag csak miután kikerült a tabló maga azután szereztek tudomást pedagógusok és az intézmény egyáltalán arról, hogy miről van szó, úgyhogy ezt ők elzárták. Aha, ez egyébként annyira békebeli idők nagyon szigorú egymondatos közleményeit, vagy iskolai direktíváit, tisztelt szülők és gondviselők, ilyen is van egyébként. Kedves diákok! Április 28-tól több interes oldalon megjelent. Április 30-án tantestület tudomására jutott. Iskolánk tantestülete nem járul hozzá. Így szépen, dörgedelmesen, buf, ágyugoljó, ágyugoljó. Ez egy ilyen száraz, jó kis közlemény. Rövid, tömör, hogy minél kevesebb dologba lehessen belekötni. Tudod, igen. Ezeket azért szabják rendszerint ilyen rövidre, egyszerűre, meg de lám, közérthetőre. Nekünk mégis sikerül belekötni. Van egy nagy drink, igen. Mert hogy azt írja, hogy figyelj, a tablón szereplők személyiségi jogait sérti ez. Igen, de szerintem itt a tanárokra gondolnak. Ja, hogyha, nem tudták, hogy nem a diákok, igen, hanem első körben a tanárok, és hogyha ténylegesen volt akár a több pedagógusból, akár egy tudod, akinek tényleg mondjuk nem volt tudomása arról, hogy hová, tényleg fog, volt az oldalon. Hová fog felkerülni, lehet én is, tehát most, hogyha egy ilyen pornó oldalt imitáló tablóképre ki akarnának tenni, egyrészt kacarásznék, azt mondanám, oké, de ha nem tudnék róla, és egyszer csak sétálok, tudod, a Kisváros utcáin, és meglátom magamat fotóképviseletében a kirakatban egy pornó tabló. Műsorvezetők és hallgatók rovat alatt. Lehet, hogy én is így egy kicsit visszakoznék, hogy hát, na figyelj, értem én a poén, de legalább szólni kellett volna. Mm-hmm. És egyébként ebben a faramuci GDPR-os világban, amiben élünk, ugye 2022-ben azért elvár dolog is, hogy minimum tudomása legyen mindenkinek is róla, hogy hová kerül fel. Másrészt szerintem még a tabló kérdést magát sem vitatta meg senki GDPR szempontból, holott lenne mibe belekötni ilyen tekintetben. Igen. Amúgy pedig nem tudom, hogy valaki az osztályból, ebből a bizonyos 12. B, ugye jól emlékszem, igen, nem tudom, valaki abból az osztályból dizájnolta-e meg a grafikát, vagy buherálta meg ezt az egész imidzset, hogyha igen, le a kalappal, egyébként a tablókép messze veri a Vetési Albert Gimnázium honlapjának a kinézetet. És egyébként az összes többi tablót is, hogyha azt vesszük, mert igen. Azért a Vetési Albert Gimnázium állítólag a körzet és a környék egyik legnívósabb iskolája, tény, hogy egy kicsit úgy a
hiányon lehetne javítani, esetleg pornhábosítani, honlap ügyileg is ajánlom. Vannak más felületek. Hát ezek után ez nehezen fog menni kincső. Szerintem is, de vannak, lennének jó ötletek. De azt el lehet mondani, például látod, a 2022-es tabló kategóriákat még nem is töltötték fel, illetve fel volt töltve, csak már le van tiltva ez a rész, de meg lehet találni a 2021-es és például a 2020-as tablóképeket is. Szerintem náluk ez ilyen hagyomány, tudod, hogy online is a honlapon elérhetővé teszik. És ha görgettünk, 2021-ből még volt néhány jó ötlet. Maga az, hogy egy számítógép ilyen screenshot-szerű, nem tudom, képernyők képét készítik el design szempontjából tablónak, ez egy nem feltétlenül új keletű dolog. 21-ben például volt olyan, aki simán a Windows kezdő képernyőjét fotózta le, vagy hogy az volt ilyen képernyőképként, ablakban megnyitva ott láthatóak a fotók, és a start menünél ott vannak a tanárok. Tehát ez is egy ötletes dolog, hogyha azt vesszük egyértelműen. De volt már olyan is, hogy valamilyen, csak én nem jöttem rá újra, hogy ez melyik, ez a TikTok lenne ez a Spotify vajon? Spotify lesz már Nem, a Spotify az ilyen nagyon zöldes. Az te! Hát ott a kis ikon. A Spotify-nak az arculatát nyúlták le, vagy vették át akkor például. Ez is ötletes nekem, például ez is szimpi. Tehát látod, generációk és generációk. Ki a Spotify, ki a Windows nyitókép, ki a... Igen. De az is tény, hogy azért vannak a klasszikus értelembe vett hagyományosabb tablók is náluk. Van olyan, ami simán csak egy óriási fotókollázs a közepén, külön kiemelve az éppen aktuális évfolyamnak a portréit, tehát hogy én ebbe például sok fantáziát nem látok. Vannak egészen szépen megszerkesztett ilyen utazáshoz, nem tudom mihez hasonló, térképhez hasonló példányok is. Tehát van kreativitás ezek szerint a Vetési Albert Gimnázium végzőseibe, ezt így el lehet mondani az elmúlt évek tapasztalatai alapján, de van a konzervatívabb, hagyományos, kicsit unalmas vonal is, ezt is el lehet mondani. Úgyhogy ilyen szempontból az, hogy most egy internetes oldalt leutánoztak, azzal nincsen szerintem semmi baj, meg az intézménynek sem lett volna ezek szerint semmi baja. De igen, látod, mert csak hogy ha közszájra veszik, és már ugye tulajdonképpen Magyarországon ilyenkor az történik, hogy mondjuk legyen az egy Veszprém, a helyi kirakatban kikerül egy tabló, az emberek sétálgatnak előtte, közben csiripelnek a madarak, meg ugyanúgy eszi a penész, amit ennie kell, meg ugyanúgy rozsdásodik a régi Volkswagen a sarkon, de ameddig a nagyobb fővárosi médiából nem guttyan vissza, nem csókol vissza a fagylat, addig mindenki békésen el van ezzel az egész történetes lám-lám, közben pedig, amikor kiderül, hogy mi a helyzet, mindenki úgy, de nagyon fel tud háborodni. Igen, közben meg az a nagy fáma, és az a, nem tudom, érdekesség az egészben. Tudod, hogy én biztos vagyok benne egyrészt, hogyha a sajtó hírt ekkorát nem kapott volna, akkor nagy valószínűséggel kisebb lett volna mindenkinek a gondja. Másrészt, hogy nincs új a nap alatt, és nem találták fel a veszprémi diákok a spanyol viaszt, mert hogy Pécset is készült. Képzeld el, egy pornhábos tabló. Az is a padlásra került, hogyha azt veszünk. Viszont nézd csak meg, ez például egy tavalyi, illetve tavaly előtti, meg 2020-as végzős évfolyam tablóképe volt, de ott például Zipi Hubként felvállalta majd, hogy nem hasonszőrű vonatkozásokban. Itt ezen a fotón azért már tisztességgel kipixelezték, úgyhogy nem látjuk magukat a diákokat, de hát nem is érdekel bennünket. Látunk mi eleget, hogyha egy inkognitó oldalt megnyitunk. Szóval, nem ez volt az első ilyen eset, ami most Veszprémben történt, és abban is biztosak lehetünk, igen, hogyha a pécsi intézmény folyósóin indulunk el, tudod, ahová rendszerint felszokták tenni a különböző évfolyamoknak a tablóképeit, ott nem nagyon fogjuk megtalálni. Egyébként a Pécsi Szakképzési Centrum Zipernovszki Károly Műszaki Szakgimnáziumában történt ez a dolog. Tehát az is lehet, tudod, hogy ez effektíve egy picit, már bocsánat, hogy rosszat feltételezek, de egy picit lopott ötlet jelenleg a veszprémiek szempontjából. Igen, de látod, hogy az elsőnek is ugyanez lett a sorsa. Bár azt mondja a diák, aki mesél erről a sztoriról, hogy ők megmutatták tanároknak, és szülőknek is, mielőtt még elkészült volna a teljes dizájn, sőt, miután kinyomtatódott az egész történet, mielőtt bekereteztették volna, akkor is megmutatták, és még mindvégig oké volt. Aztán valamiért végül úgy néz ki, hogy mégis ballagáskor ott maradt a tanárinak a padlóján, és később pedig ez is, hova merülnek feledésbe a dolgok egy iskolában, na hová? Padlás. Hát csak is a galambok. Hát a galambok is valamit kell nézegessenek, szerintem. Igen, nekik nincsen se internetjük, se okos készülékük, tehát nekik muszáj ez ilyen papírus alapú. Tehát nem tudnak ilyen
mondjuk sárgás-feketés dizájnú oldalokra felkattintani, ezért nekik jó lesz ez tabló verzióban is. Egyébként is nem egy igazi galam, nem akárhová pottyan, tehát ilyen szempontból megvan erre is most már az, hogy miért kerülnek fel ezek oda az iskola padlására. Na igen, 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 igen. Maradjunk annyiban, hogy én ilyen kicsit kettős érzéssel vagyok a dolog iránt. Mondom, hogyha az én gyerekem akarna Pornhubos tablóképpen szerepelni, ha pedagógusként az akaratom vagy a megkérdezésem nélkül engem akarnának és tennének ki nyilvánosság elé, akkor lehet, hogy én is úgy húzogatnám a nózimat, de egyébként szerintem ez egy funny dolog volt, vagy ez egy ötletes dolog volt. Én inkább sajnálom őszintén egy kicsit úgy a mai generációt, és sajnálom magunkat úgy a világban, hogy a kreativitás égisze alatt mondjuk csak a Pornhubot találták. Annyival több jobb oldal van, ami nem felnőtt tartalmakat kínál. Mondom, hogy nem felnőtt tartalmakat kínál, de ugyanígy ötletes lehetett volna. Tehát gondolj bele, az a Spotify-os is azért egy vagány dolog, és tényleg van egy csomó jó lehetőség most. Valószínűleg pici ilyen feltűnési viszketegség is volt abban, hogy akkor most legyen ez a felnőtt oldal, és akkor majd az biztos mindenki nagyobb megnézi. Szerintem egyáltalán ez a fajta a botránnyal bármit el lehet adni. Tehát ez ugye ez az alaprecept, egy kicsit elvonatkoztatva most is elviekben is gondolkodva, ha egy kicsi botrányt keversz valami körül, mindenki meg akarja látni. Tehát ez pont olyan, mint hogy botrányos színházi előadás volt, mit tudom én, hol legyen az, Csíkban. És akkor hirtelen mindenki, aki bármi köze van a színházi szakmához, botrányban. Gyorsan már nézzük a buszjáratokat, hogy hol fogunk 6 vagy 8 órát zötykölődni, hogy legyünk közel a botrányhoz, ugye? És ez esetben is szerintem pont így működik ez a történet ezzel a tablóval. A másik része pedig, amennyiben egy olyan próbálkozás volt a diákok részéről, hogy lássuk, tegyünk egy próbát, fennakad a rostán. Csak ahogy azért. Szerintem ők nem gondolták volna, hogy ebből ekkora idézőjelös. Nem gondolták volna, hogy baj lesz belőle. Szerintem nem. Tehát gondolj vissza arra, tényleg nem telt el olyan nagyon sok idő. Emlékezz magadra 12. osztályosra, majdnem azt mondtam 12 évesen, de 12-es korodban. Amikor mondtad, hogy oké, hogy a lányok intézték a szervezés nagy részét, de mi más is érdekelt téged? Tehát nem a lányok. Igen, azért mondom. Tehát, de nem az, hogy őket mi érdekli. Könnyed lazaságról szólt ez az egész. Meg volt maximum, meg kicsi gyomorideg az érettségi véget, meg mindenki azzal riogatott, de alapjáraton legyen az egy megéneklés, legyen az a bankett megszervezése, vagy az azon való részvétel, a tablófotók elkészítése. Nekem ilyen könnyed, vagány, laza, egyszerű dologként maradt meg. Igen. Az eszünkbe nem jutott volna nekünk se, hogy bárkinek esetleg bármi nemű fenntartása lenne azzal kapcsolatban, hogy akkor milyen tablót készítünk. Szerintem ők is csak ilyen lazára vették. Aztán... Nem is tudom, milyen a tablunk. Nem is emlékszel, vagy láttad egyet? Láttam, persze, hogy láttam. Na, figyelj, hol van az Alma Mater, ahol ki van függesztve a tabló? Orbán Balázs Liceum, Székelykeresztúr, Cityben. Na, drága hallgatók, ha valaki jár Székelykeresztúron az Orbán Balázs gimnáziumban, vagy Liceum, melyik gimnázium? Liceum? Igen, meglátja véletlenül Nagy Endre tablóját, hányos? 98-as végzős. 98-as végzős osztály tablója, keresteti. Mondjátok meg, szép vagyok-e rajta? Nem, küldjetek fotót tanúbizonyságként. Az első, aki leküldi nekünk a fotót, ingyen randit kap Endrével. Kincset, nem mondhatod ki a nevemben, jó? Bocsánat, Réka. Erre meg beküldi Béla. Tehát, ugye, nem lehet ezt tudni előre. Kérdéseink is vannak ezzel kapcsolatban. Szerintem olyan kérdések, amelyek a hallgatókat is foglalkoztatja. Mennyire kell a diáknak szabad kezet adni? Főleg, amikor ilyen szürke zónában vagyunk. Nagyon. Igen, tehát azt mondjuk, tabló, tanár, ne szóljon be. Lesetilthatja? Hát, de visszakozhat valószínű, persze, de hát most szegény diák nem tehet arról szerintem, hogy pont azt a tanári gárdát kapta el, tehát ne akarjon a közösség el szembe menni azért a pedagógussal, hogyha ilyen dologról van szó. Ez mégiscsak egyrészt tényleg a szülők pénzéből, a diákok pénzéből van, másrészt ez az osztályról szól, és őket képviseli. Most, hogyha valamelyik pedagógus nem akar ebben részt vállalni, akkor könyörgöm, hagyják le a fotóját, csókolom, nem? Kérdezem. Végül is igen, akkor meg ki fog egyedül ott maradni az igazgatónő? Hát ő aztán pláne nem szerintem arról van. Szóval az osztályfőnök, mert ez rendszerint kitart. Na de vissza Endre kérdéséhez valóban. Hogy van és nálatok, hogy van a tabló kérdés? Hogy volt a tabló kérdés? Írjátok meg nekünk a 07-26-71-99-66-os SMS számra. Ott vagyunk ugye persze Messengeren is. És tényleg érdekel minket, hogy mi a véleményetek erről a Veszprémi esetről. És egyáltalán mennyire fontosak az életünkben ezek a tablók. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.
Arról beszélgetünk a mai hármas szabályban, hogy közeledik a ballagás szezon. Esedéke és aktualitása van ugye a tablóképek készítésének a tablóknak, és egyáltalán arról, hogy a Veszprémi Vetési Albert gimnáziumban mekkora port kavart, és nem csak ott, hanem effektív egész magyar nyelvterületen az, hogy a Pornhub arculatával készítették el a gimnázium 12 B-osztályos tanulói a maguk tablóját, és hogy le van tiltva, vagy konkrétan el van zárva ez a tabló. Na, hogy kinek mi a véleménye, erre továbbra is kíváncsiak vagyunk, meg arra is, hogy ti egy egyáltalán hogyan gondolkodtok, vagy milyen volt a ti tablótok, és mi a véleményetek arról, hogy milyen lehet, milyen szabad legyen egy jó tabló. Meg azon is gondolkodtunk egyébként, hogy valószínű, mert kreatívnak azért, vagy ötletesnek lehet nevezni ezt a veszprémi tablót, de azon is gondolkodtunk, hogy volt-e már példa és precedens ennél akár kreatívabb és ötletesebb tablóra is, és én, hogyha jól értelmeztem egyébként, ennek van valamilyen versenye Magyarországon, nem tudom, nálunk van-e, de konkrét valahol olvastam, hogy akár a fődíj ilyen 200 ezer forintos nettó pénzösszeg is tud lenni. Szóval, hogy tétje is van annak, hogy Magyarországon milyen tablók készülnek el, és az értelemszerűen azt is maga után mondja, hogy ténylegesen esetenként nagyon kreatív tablókat készítenek különböző iskolák, különböző diákjai. Ezek közül szemlézünk most ebben a pillanatban. Volt ott egy rovásírásos. Rovásírásos, igen. Hát ez meg honnan? Hát nézzük meg, igen, az a baj, hogy a leírás is rovásírás. Mennyire székelyek vagyunk, ugye ebben a pillanatban kiderül. Saját ősi rót nyelvünket sem látjuk. Ez a Weiss Manfred szakközépiskola kollégium 12. D-osztálynak tablóképe. Szerintem mindenkit egy ilyen jó kis rovásírás olvasó applikációba kellene közelébe engedni, és mi más lehet rajta, mint egy jó kis hunvezér, amit éppen nem nyilaz előre, hanem egyenesen hátra, ugye annak hagyomány szerint lennie kell. Nagyon-nagyon tetszik ez egyébként. Ezért volt neked szimpatikus ez, mert mindig neked ez a szófordulatod, hogy a hunok hátrafelé nyilazva. Na, nekem a nagy kedvencem mégiscsak az az osztálytabló, amely tulajdonképpen egy kicsit a Nagy Gatsby hangulatát idézi a film. Ugye van az az ikonikus mém is lett belőle az interneten, Endre, hogy DiCaprio tartja a koktélos poharat, vagy pezsgős poharat, vagy mit, és úgy bele kácsint a kamerába, hogy szép az élet, s minden jó. Na, az osztályfőnököt látjuk sejtésem szerint ebben a pozícióban, pezsgős pohárral a kezében középen, és akkor körbe vannak ugye a diákok, meg pedagógusok, de valóban a betűkarakter, az arculati elemek, a színek, minden abszolút a Nagy Gatsbyt hozzá, ez nekem egy nagy kedvencem. Egyébként nézem meg, mert azt hiszem, hogy nem feltétlenül idei, nem, ez egy 2014-es összesítés, ami azért is vagány, mert akkor ezek szerint jó pár évvel korábban is már kreatívabbnál kreatívabb ötletek voltak. Van még egy nagyon cuki itt előttünk különböző színekben, és egyébként eredeti legókockákkal van az egész így valamelyest megdíszítve és kipakolva, évszám is egyébként, évjárat meg minden, és itt tényleg ilyen legó színekből vannak kirakva a képkeretecskék a különböző osztálytagoknak és tanároknak és osztályfőnöknek is, ez is nagyon tetszik. Szerintem itt azért megoldották, bár azért a legó az nem egy olcsó mulatság, úgyhogy... Hát ide nem kellett azért sok, mert ha megnézed ugye a képkeretek legó kockákból és a háttér is fehér legó elemekből van kirakva, szerintem azért főleg ott az se biztos eredeti legó. Összeállt ez, mint sok kicsi legó. Ó, igen, ó, igen. Na, aztán persze a gagyi kategóriát is. Súrolják hébe-hóba a tablók. Van itt egy olyan például, ami a mennyországot, a földi létezést és a poklot is képes egyetlen egy tablóban összefoglalni. A diákok egy része, és persze a tanárok összese az angyalok közé soroltatik. Egy-két diák lézeng a földi létben, aztán a pokolba is van néhány rossztevő. Dante Alighieri ezt a pokolba, hogy a mennyből nézi ezt a dolgot, de ugye azért jó eséllyel forog, vagy legalábbis összement a szemüldöke, ha ezt megnézte. Hát Alighieri nem is, de Bosch biztosan. Biztos, igen, na, de hadd mondjam a legnagyobb kedvencemet, tehát ha ötletesség, akkor azt hiszem ez nagyon jó. Úgy néz ki az egész, mintha egy ilyen újságos bódi standja lenne, kirakata lenne. Mindenki tulajdonképpen címlapon van a diákok közül. Látjuk a legnevesebb és legismertebb, legnépszerűbb lapokat, magazinokat, folyóiratokat, a HVG-től kezdve a Glamouron át, a Nőklapja, nem tudom, a Time magazin, a Forbes is ott van, és rengeteg minden diák kapott külön egy-egy címlapot, és a
az osztályfőnök egy nagyon laza kis kecses olvasó pózban a fotó szélén, ez tetszik. Az olyan az ő ott léte, mint egy ilyen jó kis, hát a folyóirat reklám, vagy plakát, akárhol is kültéri reklámot elképzelek ezzel kapcsolatban. Szerintem azt is megtették, biztos vagyok benne, hogy az osztályban a különböző emberek zsánerét, karakterét megfelelő lapra tették rá. Van itt ilyen, hogy Pec a világ, meg motorbiciklis meg magazin. Igen, szóval ez így teljesen rendben van. A nagyon komoly ember a Time magazin évembereként van, ahogy mondtad, megjelenítve, hogy teljesen cuki és szerethető. Vannak tehát jobbnál jobb ötletek ilyen szempontból. 0726 71 99 66, nálatok milyen a tabló, ha most vagytok ott, vagy gyerekeiteknek tablója, illetve a régi tablók, amik még nem kőbe vésve, de azért mégis mások voltak, azok hogy néztek ki, írjátok meg nekünk. Hármas szabály, a maga nemében páratlan.